Postmodem. A digitális világ érdekes. A Kütyű híradón következik, és Las Vegasba látogatunk, ahol idén is megrendezték a CES nevű rendezvényt, ami a világ legnagyobb szórakoztató elektronikai kiállítása, és a thegeek.hu oldal foglalkozott természetesen az idei CES-sel is. Jól mondom, ti is így mondjátok, Erdő CES? Igen, ez a legegyszerűbb. Legegyszerűbb, ugye? Consumer Electronics Expo, vagy valami ilyesmi. Show, igen, köszönöm szépen. Show must go on. Mi érdekeseket láttál, Gergő? Hoztál néhányat az ott bemutatottak közül, mert hogy megírtátok a The Geek-en. Igen, hát az egyik ilyen, ez egy hajtogatható okostelefon, Royal Flex Spy márkája, és igazából azoknak rendkívül praktikus, akik sokat közlekednek a telefonjukat, tehát mondjuk kis táskájuk van, és nem nagyon fér bele egy nagyobb tablet. Ők szerintem igazából a gyártók ilyen ötlettel alkották meg ezt a telefont, mert úgy egyébként, ha belegondol az ember, igazából egy, nem sok egyéb funkció lehet annak, hogy hajtogatható egy ilyen tablet méretű kütyű. A thegeek.hu oldalon ti megmutattátok a BBC által készített felvételt erről, úgyhogy szerintem mi is nézzünk bele. Dan Simmons kollega úr mutatja be egyébként ezt a hajtogatható okostelefont, amiről így látható is, ugye, rögtön ketté hajtja ezt a tabletet. És egy olyan típus, aminek a közepénél van ez a hajtható rész. Tehát nem a teljes kijelző hajtogatható, hanem a közepénél így félbe hajtható, de szerintem nincsen akadály annak, hogy akár bármely részét lehessen hajtogatni egy ilyen eszköznek, ugye? Hát én nem vagyok benne biztos, hogy ez nagyon úgy tűnik, hogy tényleg csak a közepén lehet hajtogatni, és aki máshol akarja hajtogatni, az vihető vissza a szervezet. Hol lehetne még hajtogatni? Nekem eszembe sem jutna a jobb sarkát behajlítani. Csak azért, mert én olvastam egy hírt, meg láttam is képeket arról a televízió készülékről, ami teljesen feltekerhető, maga a kijelzője. Hát nyilván az elektronikáját nem lehet, tehát azt ugye egy nyomtatott áramköri lap az nagyon merev. Lehet, hogy a jövő majd az, hogy repülőgépet is lehet bele hajtogatni, és lehet dobálni. Igen, tehát gondolkodtunk itt a műsorban, hogy valami mire lehet használni egy ilyen hajtogatást. Igazából én csak egy dolgot nem értek, bár lehet, hogy ez az eszköz tudja, csak a semmilyen videón nem lehetett látni. Ha én össze akarnám hajtani ezt a táblagépet, akkor biztos, hogy a kijelzőt befelé hajtanám, és akkor úgy berakom a zsebembe, hogy ne sérüljön, vagy a táskámba. Ezzel szemben az összes demo videón mindenhol kifelé hajtják, hogy mind a két oldalán legyen kijelző, de hát vagy ezt nézem, vagy azt. Tehát hát, ezt lehet, nem vagyok képes megérteni, hogy most hát ennek mi értelme? Mondom, én befelé hajtanám. Szerintem azért, hogy lehessen utána is használni okos telefonként. Tehát, hogyha behajtod, akkor nem tudsz vele telefonálni. Világos, de ide is, meg oda is. Tehát azt nem lehet valószínűleg megoldani. De, azt mutatta is lehet. Videón mind a behajtom, két irányba. Kifelé is hajtom. Sőt, Dan Simmons arról is beszélt, hogy ő próbálgatta, tesztelgette, hogy neki sikerül eltörni ezzel a hajtogatással. Ez meg a másik. Nem hiszek benne, hogy nem törik el egy idő után. Elvileg több tízezer hajtogatást kibír egy ilyen kijelző. Jó, oké. Ilyenekről már hallott. Ilyen bútorbolti tesztet tudok elképzelni, hogy direkt nem mondom a cég nevét, ahol hajtogatja valaki. Nem valaki, hanem egy automata. Bár Magyarországon lehet, hogy valaki hajtogatná, hogy legyen neki munkája. Na, menjünk a következő technológiára. Van még egy érdekes kütyűnek is tekinthető eszköz. Igen, ez a lépegető autó, a Hyundai Elevate, amelyet leginkább akkor tudnak használni olyan élethelyzetekben, amikor valami katasztrófa történik. Például. Nézzük is szerintem közben a felvételt. Először egy animációt látunk erről a Hyundai autóról. Négy kereke van, ahogy kell. Az elején láthatjuk a normál közlekedési módot, és itt a következőn már láthatjuk, ahogy eltérő magasságú helyszínen kell közlekednie, itt pedig lépeget. 5 km per óra sebességgel, konkrétan. Hát ez olyan, mint egy Mars járó, vagy Hold járó. Hát éppen igen, tehát igazából erre is alkalmas, hogy a Holdon tud járkelni, de itt például azt látjuk, hogy egy katasztrófa helyzetben, amikor már autókkal nem tudnák a betegeket elszállítani, vagy a sérülteket, akkor ezzel az autóval a lépegetés miatt ezt meg tudják valósítani, ami azért egy elég fontos. Elevételt, hogy fölemeli az eszközt, vagyis hogyha például a beteget be kell emelni egy ilyen
akkor ez fontos. Meg ő maga is föl tud emelkedni, és át tud lépni. Hát meg ha özönvízom például, és akkor egy normál autóval nem lehetne az embereket, vagy kis állatokat, ha már kutyákról beszéltünk, elszállítani, ezzel az eszközzel meg lehet. Sőt, még van egy olyan funkció is, ezt is a BBC cikkben írták, hogy amikor gyakorlatilag mozgássérültek ülnek az autóba, akkor ha túl magasan van egy bejárati ajtó, akkor oda tudja őket emelni. Úgyhogy ez is egy ilyen funkció. Amit láttunk, az egy animáció, de van egy olyan felvételünk is, ami a modellt bemutatja egy igazi videófelvételen, tehát ezt a lépegető, először guruló autót. Ez az alváza valójában, de ráképzelhetjük a karosszériát is. Minden irányba ki lehet hajtani a kerekeit, és tényleg egy kicsit bele lehet látni, hogy nem csak kerekek ezek, hanem szinte már végtagok. Igen, igen, és ahogy változtatja a pozícióját, gondolom majd föl is emeli valamelyik lábacskáját. Így van, tehát itt most mutatta, igen, hogy jobbra-balra. Na ez a lépegetés, hát ez szerintem egészen félelmetes, ahogy emlékeztet a négylábú állatok mozgására. Vagy a birodalmi lépegetőkre. Igen, inkább a sivatagi sóra emlékeztet egyelőre ebben a formájában, ahol dülöngélnek szegények kicsit. Csak itt annyival izgalmasabb, hogy nem egy stabil lába van, hanem kerekeken lépked. Egyébként ez önmagában is egy érdekes kihívás lehet. Próbálj meg lépegetni úgy, hogy mind a négy végtagodon egy kerék van. Négy kézláb. Négy kézláb, igen, igen. Igen. Tehát, hogy ne guruljon ki. Igen, két vodka után benne nekem is valahogy így. Hát ennyit az idei CES újdonságairól. A thegeek.hu-n lehet még további CES híreket találni? Igen, foglalkoztunk elég behatóan a CES-sel, úgyhogy meglepő módon.